A zene, a mese és a tudományok után idén az építészet jegyében tartják a Creativity Gyerekfesztivált Marosvásárhelyen. A két napon át zajló esemény keretében számos egyéni és csoportos játékkal várják a gyerekeket. November 16-án és 17-én zajlik Marosvásárhelyen a 6-12 éves korosztálynak szóló Creativity Gyerekfesztivál az Azonos nevű egyesület szervezésében. A kétnapos esemény központi témája az építészet lesz. Interaktív nagyjátékok, kreatív műhelyek, sport és kulturális bemutatók várják a résztvevőket. Mindezek mellett egy meglepetéssel is készülnek a szervezők, több munkagépet is elhoznak, illetve bemutatnak. Minden fesztivál után megkérdezzük, hogy az önkénteseinket, hogy milyen tematikához lenne kedvük a következő évben, mihez lenne már ötletük, az éppen aktuális fesztiválunk alatt milyen új ismereteik vannak, amiket tovább gazdagítanának és szeretnének felhasználni a következő fesztiválunkon, valamint a szponzorainktól is rá szoktunk kérdezni, hogy talán melyek lennének azok a témák, amikben ők látnak értelmet. Az eseménynek az utóbbi években a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kampusza adott helyet, ezúttal sem lesz ez másként. Idén közel 70 önkéntes segít, köztük az eseménynek helytadó egyetem hallgatói. A fesztiválnak évről évre változik a tematikája, és mindig úgy alakul, hogy ez a választott tematika nagyon közel van az akadémiai környezethez, ahhoz, amit mi csinálunk. Tavaly példának okáért a tudományok volt ez a téma, idén pedig építészet és építkezések, ami ugyancsak nagyon kötődik hozzánk, hisz elárulhatom, hogy a tervbe van véve, hogy a karunkon nem sokára építőmérnöki szakot fogunk indítani. Tavaly az 1200-at is meghaladta a résztvevők száma. Csíkszeredából, Nagyváradról és Székelyudvarhelyről is érkeztek gyerekek. Idén hasonló érdeklődésre számítanak.